Határtalan örökségünk a Szerencsi Rákóczi Vár és a Kassai Rodos Túház elnevezésű Interreg VA, Szlovákia-Magyarország 2014-2020 együttműködési program keretein belül 2020. június 1-én kezdődött meg a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum és a Szerencsi Zempléni Múzeum együttműködése. A közös projekt során mindkét múzeum vezetője és dolgozói arra törekedtek, hogy bővítsék a szolgáltatásaik minőségét. Az Zempléni Múzeum dolgozói részt vettek a Rodos Túház múzeum pedagógiai programjainak fejlesztésében is. A program egyik kiemelkedő hozadéka az lett, hogy az intézmény dolgozói felkészültek arra, hogy a kulturális intézménybe érkező fiataloknak egy megújult szemlélettel mutassák meg a történelmük fontos mozzanatait. A pályázatnak az volt a fő célkitűzése, hogy áttekintsük a múzeum pedagógia helyzetét mind a két intézményben, és egy közös együtt gondolkodás után frissítsük a múzeum pedagógiai kínálatunkat, és gondoljuk azt ki, hogy mind a két helyszínen hogyan lehetne ezt színvonalasabban és a modern kor kihívásainak jobban megfelelve megvalósítani. A pályázatnak több megvalósult materiális eredménye van. Például mind a két helyszínen, Kassán is és itt Szerencsen is, egy innovatív, új technológiai megoldással selfie gépet alkalmaztunk. Ezt nagyon-nagyon szeretik a látogatók, és azt hittem, hogy igazából csak a fiatalabb korosztály fogja élvezni a selfie gépet. Ez nem így van, az idősebbek legalább annyira nagy előszeretettel használják. Ez azt jelenti, hogy ki lehet választani egy hátteret, egy képes levelezőlapot, és el lehet küldeni a mai modern kornak megfelelően egy üdvözletet a képes levelezőlap múzeumból. A másik nagy hozadéka ennek a pályázatnak viszont az, hogy végre sikerült hiánypótló kiadványokat megjelentetnünk. Megjelent a Szerencsi Vár története, megjelent a Rákóczi Zsigmondról szóló kiadványunk, illetőleg egy múzeumpedagógiai összefoglaló, amelyben összegeztük azokat a kutatási eredményeket, amit együtt folytattunk le a kassaiakkal, és ez három nyelven, szlovákul, angolul és magyarul is egyfajta iránymutatás ad ahhoz, hogy hogyan érdemes múzeumpedagógiai szempontból feldolgozni a Rákóczi kort. Olyan pozitív élmények érjék az ide látogató gyerekeket, hogy ez úgy berögződjön, hogy a későbbiekben is feloldódjon az a kátlás. Régebben a múzeumok egy kicsit ilyen elefántcsontszerű intézmények voltak, kicsit úgy elzárva, főként a tudományos kutatásra koncentráltak. A mai korunkban teljesen más már az elvárás a múzeumoktól. Egyrészt ténylegesen aktívan be kell kapcsolódnunk, a pedagógiai folyamatokat támogatnunk kell, másrészt pedig tényleg nagyon fontos, hogy ide szoktassuk a gyerekeket. Nem olyan régen, decemberben a Rákóczi Zsigmond iskolából majdnem minden alsó tagozatos csoport járt nálunk egy foglalkozáson, és hát nekem legalább olyan élmény volt egyébként, mint a gyerekeknek, nagyon-nagyon jó hangulatúak voltak ezek a foglalkozások. Ezt mi szeretnénk még inkább kibővíteni. Természetes, hogy ez a pandémiás időszak, ez nehezíti a munkánkat, a távolról érkező csoportok nem olyan számban érkeznek, mint ahogy a korábbiakban megszoktuk. Viszont a Szerencsi iskolákkal, illetőleg a környékbeli iskolákkal még intenzívebben fel tudjuk venni a kapcsolatot. Tényleg olyan jellegű szolgáltatásaink vannak, és olyan feladatlapok, olyan összeállított múzeumpedagógiai foglalkozások, amit kár kihagyni a környékbeli iskoláknak. A határon átívelő projekt elhozta a megújulást a helyi Zempléni Múzeumba. Megjelent egy 3 kötetes kézikönyv, amely amellett, hogy segítséget ad a Rákóczi kor múzeumi feldolgozásához, bemutatja a Szerencsi Rákóczi vár történetét és a dinasztia alapító Rákóczi Zsigmondot. A pályázat legnagyobb eredménye Majoros Judit múzeum igazgató szerint az volt, hogy barátivá vált a kassai kollégáikkal a kapcsolat, akik nagy szeretettel várnak minden vendéget Szerencsről múzeumukba.